Sziasztok! Üdvözlök mindenkit innen Rákosrendezőről. Most elvileg itt a hátam mögött lévő, hát meg az előttem lévő vágányt is fogjuk bejárni, ami a vasúttörténeti parkba, illetve volt Hámán Kató Fűtőházba vezet. Ezen a két vágányon lehetett kijárni. Hát meglátjuk, közben jön egy vonat. És meg is áll. Akkor ez valószínűleg valamelyik váci vagy szobi lehet bicikliszállítóssal. Na mindegy, szóval. Hogyha az időjárás nem szól közbe és végig tudunk itt menni, így biciklistől, a vágány mentén, akkor megpróbálom egészen a kapuig bejárni. Ugye ez az a vágány, ugye itt két vágány van, de már csak egy járható végig, amin most mai napig használatban van ez a vágány, a vasúttörténeti parkból, vagyis hát a ismertebb nevén Füstiből kiálló és beálló szerelvények szokták használni. Egyébként nagy forgalom nincsen rajta. Hát a külön vonatokhoz meg, és mondom, hogyha rendezvény van a Füstibe, akkor oda visznek, meg hoznak itt ezen szerelvényeket. Viszont egyébként pont holnap reggel is, ugyanitt lesz forgalom, mert a nohabos különvonat szerelvénye is innen fog jönni, amin majd szintén rajta leszek. Reggel 7 környékén fog innen kijönni. Valószínűleg arról is lesz majd videóm. Hát akkor majd megyünk és szépen megnézzük ezt a vágányt. Tartsatok velünk! Jön az egyik nemzetközi LC, amik ugye menetrendváltás óta már a nyugatiba mennek. És pont a velbelokkal. Közben haladunk befele itt a vágányoknál, ott amarra látjátok az oszlopoknál a 2-es meg a 70-es vonalat, és itt volt egy kiágazóváltó, hogy arrafele vezetett be, viszont abban a házban laknak, és úgy arra most nem megyek, azt nem járom be, hanem megyek majd egyenesen tovább. Ott az ív után már a Füsti jön. Akkor itt megérkeztünk egy átjáróhoz, hát nem tudni, hogy erre mi van, de valószínűleg itt vannak még lakóházak, és valószínűleg még laknak is. És itt van egy útátjáró is. Szóval az látszik, hogy itt a másik vágány az már vastagon be van nőve, nem félek azzal. Ezt nem is használják. Itt nyomokban viszont ott lejjebb úgy, hogy már úgy emlékszem, hogy már a felső vezeték se lenne rajta. Abba is belerobtak, de majd erre legalább vissza tudok majd jönni. És akkor látjátok, itt vesz még egy ívet errefele. És itt megy majd tovább. És ennek a vége az a Füstinek a hátsó udvarában van. Onnan mondom, hogy főleg az, már csak azt az egy vágányt használják ott baloldalt, és azt is csak ilyen külön vonatokba és kiállására. Meg hát nyilván, hogyha valamit visznek a vasúttörténeti parkba, akkor az itt jöhet ki, és mert ez egyetlen kapcsolata a külvilággal a vasúttörténeti parknak. Hát itt látjátok, az ott egy váltó volt, és ott van egy kiágazás, ami szintén elveszik a gazban, és a már említett másik vágány, ami látszik, hogy abszolút járhatatlan. Alig látszik ki a sín a gazból, viszont a felső vezeték még megvan. De valószínűleg áramtalanítva, mert ez így nem túl szabályos, hogy itt nézzétek meg, már a fa is ránőtt. Tehát ez így balesetveszélyes, hogyha ebben még áram van. Márpedig, ha nincs benne áram, akkor csak időkérdés, hogy ez meddig marad itt. És akkor itt, nézzétek, itt van egy kiágazó vágány, amit eltűnik a gazban. Hát, megpróbálom itt megnézni, hogy hol vezet, de nem hiszem, hogy túl sok eredménnyel fogok járni. És egyébként ez egy olyan környék, hogy a... nem nagyon mernék itt nagyon bemenni a gazba, ha nem muszáj. De hát azt nézzétek, ott tűnik el a vágány a gazba. Ezt mindjárt megnézzük közelebbről is. Ezt nézzétek. A felső vezetéktartónak a konzolja leszakadt. Egyébként a madzag még mindig ott van. Nem tudom, mennyire látszik, de ott van. És hát ugye haladunk. Az ív után, hát ez a másik vágány sincsen valami túl jó állapotban. Ott nézzétek azt a szögletes ívet, meg itt a talpák állapota, és egy-két helyen hagyott némi kívánnivalót maga után, amit használnak, de hát nyilván ez ilyen 10-vel meg 20-szal szokott itt kijárkálni. Szerelvény, az arra meg még jó. Hát egyébként látjátok mi. Hát a másik vágány meg itt aztán már teljesen elveszett. Ránőtt a növényzet, ugye a felső vezeték is. Ott van a fa mögött, de szinte biztos, hogy nincs benne áram. Ez így már nem gyengén, ez így nem is szabályos, hogy ezt áram alatt tartsák, hogyha mennyire ránőtt a fa, mert ez galjazni kéne. Mert ez így nagyon balesetveszélyes. Aha, és szerintem az ott már a távolban, az már a Füstinek a kapuja. De bizonyám, hogy az. Na, addig elmegyünk, aztán megnézzük, hogy mi a helyzet. Hajrá! Na, ezt nézzétek, itt egy híd, ami itt elvezet, itt egy vasúton. Hát itt alattunk egy út van, és ez pedig itt már a Rákospatak. Úgyhogy végül is legalább itt majd le tudok menni, és nem kell ezt végig visszafele is ezt a utat megtenni. És egyébként nézzétek meg, hogy nagyjából itt kezd el begazosodni a másik vonal. Itt pedig ezek még járhatók. És egyébként valószínűleg itt lesz ott a hírcai felüljáró is. És akkor ott pedig már a Füstének a kapuja. Hamarosan odaérünk. Úgyhogy ezt megjátok, és hát nézzétek, ott egy teljes elrosdás jelző a vágány mellett. Azt nézzétek, hát ezt se használták mostanában. Arra pedig ott van a Füsti bejárat. Na, hát itt már közel vagyunk, és ezt nézzétek. Itt alig a kijárat után van egy váltó, és itt kétfelé ágazik a... kétfelé ágazik, nem csak vágánykapcsolat van itt a két vágány között. Hát azért látszik, hogy annó, mikor ez a vágány kiépült, akkor nagyobb forgalomra számoltak, és valószínűleg nagyobb forgalom is volt, mert eleve két vágányon lehetett kiállni. De az is látszik, hogy a második vágányt azt teljesen felhagyták. Tehát most már ami forgalom itt zajlik, az arra bőven elég ez az egy járható. És igen, és itt ágazott. Hát itt van a váltó. Bár ez még úgy tűnik, hogy használható. Csak hát ugye hiába, mert ez a második vágány, vagy hát eddig az addig járható, és még itt is még a sinek ott vannak a gazban, csak az már abszolút. Hát látszik, hogy ezen vonat már nagyon régóta nem járt. És itt vagyunk már majdnem a Füstinek a kapujába. Ott áll benne egy szili, illetve ott nagyon messze egy sílelem, azt hiszem. Hát nem. Pillanatig azt hittem, hogy ez már a holnapi külön vonathoz van odaállítva, de ez nem, mert hogy tudom, hogy 3 ilyen sílelem kocsi lesz rajta, meg egy büfékocsi. Látjuk, még az is látja, bármikor a 10-es nap szerintem nincs még itt, az majd csak később fog jönni. De érdekes, hogy az ajtó meg nyitva van. Itt viszont látszik, hogy több felé ágazik a dolog, tehát itt eleve több vágányra lehet beállítani itt a szerelvényeket. Eddig csak ideig tud csak egy vágányon jönni, innen már azért van több is. Na, majd mindjárt kicsit közelebből is megnézzük, hogy mi minden van itt. Na szóval itt vagyunk a Füstinek a hátsó kapujánál. Nyitva van ugyan, de ez a magánterület, úgyhogy ide be nem megyünk, csak a kapuig. De akkor ezt nézzétek, itt van egy szili. Ez a 186-os szili, valószínűleg ez már ugye nem üzemképes. Nagyon úgy tűnik, hogy ez már se rejt, és az új púpos is ott van, a nosztalgia új púpos, a 209-es. Néhány síleden kocsi. És ha jól látom, akkor a 10-eske. De bizonyám, hogy a 10-eske. Nem tudok jobban rázumolni, de az ott, hogyha jól sejtem, akkor a 10-es nohab lehet. És vannak is benne. Hát, jobban sajnos nem lehet rámenni. De ott van a fordítókorongon, tehát szerintem ez már a holnapi különvonathoz készülődik. Úgyhogy már itt van, hogy tovább nem megyünk. Ez itt már üzemi terület. Mondjuk gyakorlatilag már ez is itt a vágányok mentén, de a Füsti területe az pedig már magánterület. Arrafele még elmegy egy vágány, azt még arra még elnézek, hogy ez hova vezethet. De egyébként innen már csak visszafele vezet az út. Aha. A fűtőház területén 5 km/h, hát ez még a régi időszakból maradhatott itt, amikor még itt üzemelt rendesen a Hámán Kató Fűtőház. Itt főleg gőzösek voltak. Hát aztán ugye a Hámán Kató Fűtőház helyére, vagy annak a helyén nyílt meg a vasúttörténeti park, vagyis a Füsti. És hát itt lehet kibejárkálni, és egyébként az a híd, igen, az egyébként a park területén van, és az a háttérben az pedig már a fűtőház. Tehát ez ennyi lett volna, még azt a vágányt megnézem, hogy hova vezet. Oda még bekukkantok, aztán szerintem akkor ennyi is lett volna ez a kis vonalba járó túránk. Hát közben hát arra már nem tudtam elmenni tovább, mert ott már kutyás őrök vannak, meg őrkutyák, úgyhogy nem mertem beljebb menni, nehogy itt valami baj legyen belőle. Úgyhogy akkor ez a kis rövidke túra ennyi volt. Végül is amit kellett láttuk, és hát innen fog holnap jönni majd a nohabos különvonat is. Úgy láttam, hogy a 10-eske már benn van. Úgyhogy reggel itt ugye ezen a vágányon fog kitolatni, amit mögöttem van, és a Rákosrendezőnél már föl lehet rászállni. Úgyhogy ennyi volt ez a kis rövid kis összekötővágány bemutatója, ami a Füstit köti össze Rákosrendezővel, egyetlen kapcsolata a külvilággal. Füstinek tessék, itt van, nézzétek meg, megmutatom, és akkor ez a videó is ennyi lett volna. Köszöntöm, hogy megnéztétek, sziasztok! És ezt nézzétek, micsoda szerencse! Jön ki a nohab! A 10-eske jön ki! Ezt viszont megvárjuk! Ez így jó végszó lesz a videóba. Ezzel fogunk holnap a Balaton-Szentgyörgy és Somogyszob között a bezárt vonalon menni. És Somogyi körtúrára. Szia, 10-eske! Hát nohab helyett végül a 209-es púpos jött ki. Kitolt egy pár kocsit. Szép harmalás. Kitolt egy pár kocsit, és aztán bejött a tízeske és visszavitte el. Szerintem valami sima kocsi átállítás lehet. De szép volt. Király. És most szépen visszamegy mind a kettő. Hát akkor ennyi lett volna ez a kis extra. Sziasztok!